Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestület ülésünkön. Jelenlétében megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, két fő hiányzik a mai napon. A jegyzőkönyv hitelesítésére megkérném Rácz Barna képviselőtársunkat, nem kell most már, de akkor a következő meghívóban szereplő napirendi pontokkal, aki egyetért, úgy kérem készfeltartása a szavakban. Köszönöm szépen. Rátérnék az első napirendi pontra. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének második fél évi előirányzat módosítása és a beterjesztett 2014. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, elfogadása. Mindenki megkapta az anyagot. Van-e ehhez valakinek hozzáfűzni valója? Vagy esetleg Istvánhoz van-e valami kérdés ezzel kapcsolatban? Az előirányzat módosításhoz annyi lehet, hogy így első ránézésre soknak tűnik, mert ez 1,5 milliárd forint, amivel módosul az előző módosítás, vagy előirányzat módosításhoz képest, de ebből 750 ezer forint a betétlegötés miatt bevétel és kiadás volna, tehát ez végül csak egy technikai dolog. Számszakilag megemeli az előirányzatot, de ez plusz bevételt nem jelentett az önkormányzat. A betétlegötés egyszer kiadásként, egyszer bevételként megjelenik, és ehhez előirányzatot kell hozzárendelni. Ez 750 millió forint, és a másik pedig az ingatlan értékesítés, a Grossman és a... Tehát ez a kettő együtt már 1,5 milliárd forint. A 300 millió forint az pedig a második fél éves normatív állami támogatás, illetve az önkormányzat többletbevétel terhére történt. Ezzel kapcsolatban valakinek valami észrevétele? Hát amennyiben nincs, én ezt a beszámolót elfogadásra javaslom, ezekkel a módosításokkal. Csak úgy megkérdeznék egy dolgot, hogyha lehetne. Az egyik, hogy a bevételi oldalról azon most már értem, hogy hogyan alakul ez a hatalmas összeg, tehát végül is kétszer van a betétre visszaszámolva. A kiadási oldalon lenne néhány kérdésem. Egyik az, hogy a személyi juttatások, ugye a tervezett előirányzata 105 volt és 230 millió lett a vége. Közfoglalkoztatás. Gondoltam, igen, akkor ez igen. Aztán van egy mellékletet ennek a tavalyi költségvetésnek, az pedig a támogatásokat taglalja. Ezt a kimutatást én legalábbis még nem láttam. Ebben az áll, hogy a sportegyesületnek 9,5 millió, már illetőleg van benne egy Mávér Kultúrás Nobori Kft.-nek támogatás 30 millió. Ez megszólalási közösen. Jó, csak kérdezem, hogy ezt nem láttam ezt a támogatást. Ezt közösen megszavaztuk. Tehát ez a 30 millió ennek a Kft.-nek a működésének. Nem, ez csak ideiglenes pénzeszköz átadás, ez egy átkiláló megoldás, egy pályázat. Pályázat miatt ideiglenesen lesz. Ezt hogy értem, hogy visszakapjuk? Persze, ez az önkormányzat visszakapja a pénzben. Jó. Egyébként azt hiszem, hogy ez a költséget és a tavalyi jelentős beruházási tételeket takar, szokatlanul magas is, és nyilván, hogy ha különböztük a működési költségeket, illetve a működési bevételeket és kiadásokat, hát azt gondolom, hogy stabilnak látom. Köszönöm szépen és elfogadásával. Köszönöm szépen. De én azt hittem, hogy még most csak az előirányzatról... De ha nem szükséges, akkor teljesítés az, akkor nem fűzök hozzá semmit. Mert az lett volna, tehát azt gondoltam, hogy szemet szúr, legalábbis a régi sasszonyú képviselőtestületi tagoknak ez a hatalmas összeg. Tehát a személyi juttatáshoz annyi lenne, mert tavaly közel 100 millió forintot költöttünk a közfoglalkoztatásra. Ez önerőt nem igényel, tehát ez normatív támogatás volt
a fedezetet, és akkor még annyit, tehát a dologi kiadáshoz ott is nagy a növekmény, ezt pedig annak kell betudni, hogy 2014-től, tehát az egyébként is egy rendhagyó testületülés, legalábbis a beszámoló elfogadását illetően, ugyanis a kincstár április 30-áig jóvá szokta hagyni, mert először a kincstár veszi át a leadott anyagot, még a mai napig sem hagyták jóvá, ez köszönhető a tavalyi könyvelési, könyviteli rendszer változásának. Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium még tegnap előtt is engedélyezte az önkormányzatoknak, hogy újra nyissák a kincstárban a beszámolót, tehát javítási, módosítási kérelmeket még mindig befogadnak. Ez az egységes rovatrend, ami tavaly bejött, és a kormányzati funkció nagyon sok önkormányzatnál, tehát többek között nálunk is egy kis káoszt okozott áttérni erre az új rendszerre. És ehhez kapcsolódott, tehát eddig az áfa, a beruházás, a bekerülési érték részét képezte. 2014. január 1-től már költségként kell elszámolni, tehát a dologi kiadások között szerepel végül is a beruházások és a felújítások áfája. Ennek ez az oka, vagy a magyarázata, a támogatások részletezése az egy mellékletben megvan, az a 41-nehány millió forint. Az ellátottak pénzbeli juttatása az a szokásos FHT lakásfenntartási támogatás. Idén ez kevesebb lesz, lényegesen kevesebb lesz, tehát valószínűleg felére fog csökkenni, hogy március 1-től a járásokhoz került a foglalkoztatási helyettesítő támogatás folyósítása. Tehát felújítások, beruházások az is egy mellékletben, egy külön táblázatban részletezve van, hogy mire fordítottuk. Ezt az összeget volt még a 11 millió forintos hiteltörlesztés, ez még mindig a 2005-ös árvíz, és a 2015-et idén visszatörlesztjük a fejlesztési banknak a 10 évvel ezelőtt felvett 83 millió forintot. És azt hiszem, hogy van akinek hozzáfűzni valójában? Én azt gondolom, hogy talán még soha nem volt ennyi pénz a számlánkon sem. Nyilván van feladatunk is ebből, mert ez nem mind a miénk. Ebből a két épületet azért fel kell újítani. És azt gondolom, hogy ezt meg is fogjuk valósítani. Én is azt gondolom, hogy viszonylag jó pénzügyi évet zártunk, és elfogadásra javaslom ezt a 2014 évi módosításokkal együtt a nevöget. Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, úgy kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm szépen. Külön azt mondja, aki a beszámolót elfogadja, úgy kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm. Köszönjük szépen, István. Azt gondolom, hogy talán neked volt a legnehezebb éved. Rátérnék a második napi rendi pontra. Az integrált közösségi és szolgáltató tér vezetőjének szakmai beszámolója. Ne kérem, Panikani, tehát, hogy tartsa meg a beszámolóját. Üdvözlöm a képviselőtestület tagjait. A Mági Gyermekekért Alapítvány pályázatot írt ki művelődés szervező munkakörre, melyet megpályáztam. És az említett munkakörbe 2014. augusztusában jelentkeztem, majd október 19-től 90 napos próbaidővel felvételt nyertem. 2014. október 20 és 28 között a Nemzeti Agrárszaktanácsadás és Képzési Vidékfejlesztési Intézet kötelező képzésén vettem részt, melyet november 10-én sikeres vizsgával letettem. Mági Gyermekekért Alapítvány egy pályázat segítségével tudta megújítani a művelődési házat, mely során a műház funkciói bővültek.
intézményünk integrált közösségi szolgáltatót érdek, melyet IKSZT néven rövidítünk. A 112/2009-es FVM rendelet, vagyis az úgynevezett IKSZT rendelet alapdokumentum, és ez alapján a rendelet szerint folyt a felújítás, az eszközbeszerzés és a szakmai munka is. Az IKSZT pályázat elér kötelező elemeket, melyek keretet adnak a munkának. Fél évente 6 alkalommal az MVH hálózatjának részét képező egységeknek kell helyet biztosítanunk, mint falugazdász. Fél évente 6 alkalommal kötelező ifjúsági programokat szervezni, ebben hatalmas segítség az iskola, az általános iskola. Fél évente 6 közművelődési programot, 1 pályázati információkhoz való hozzájutás segítő programot, 2 könyvtári programot, 12 alkalommal 0-tól 5 éves korig nappali fejlesztő programot végzünk, 1 közösségfejlesztő programot, melyben hatalmas segítség a nyugdíjas klub. 2 alkalommal egészségfejlesztő programot, valamint fél évente 2 alkalommal az álláskeresőknek nyújtunk segítséget. Az előírásoknak megfelelően programterveket készítek, melyet a hivatalos online rendszerén keresztül részletesen vizsgál a NAKVI. Az elfogadott programtervet követően negyedéves ciklusokban beszámolót készítek, amit szintén beküldök a felügyelőszervnek. Az IKSZT eddigi működése során számos programot sikerült megvalósítani. Az irányításom alatt álló időszakban 65-70 programtervhez kötött programot végeztünk, és számos olyan programot, ami nem képezte a programterv részét, ezeket részletesen leírtam a beszámolóban. Ebben a beszámolási időszakban eddig közel 1200 főt sikerült bevonni a közművelődésbe, és hát végül a beszámoló hosszabb részét képezi az írásos beszámolóban is a kérések, amit a képviselőtestület felé szeretnék intézni, ami még egy apró hiányosságok az épületünkben. Szükségesnek tartom a nézőtérre néző színpadi függöny beszerzését, ami lehetővé tenne komolyabb színpadi szerepléseket, vendégszereplők hívását, vagy akár az önkormányzati rendezvényeken és a gyerekeknek a fellépését. Nagy szükségünk lenne a galéria jól elszeparálhatósága miatt térelválasztó harmonika ajtókra, ami azért is fontos, mert rács fedi ezeket a kiugrókat, és a rács sajnos túl széles, ami balesetveszélyes kisgyermekek szempontjából. Szeretnék következő fél évben egy olyan ismeretterjesztő előadásra pénzügyi keretet kérni, ami elsősorban családtervezési, pszichológiai és egészségügyi témákat ölelne fel. Vendégszereplőre szeretném ezt fordítani, előadókra, mint például Bagdi Emőke vagy dr. Pap Lajos szívsebész professzor. Mert szerintem ez nem csak a mádi lakosokat érinteni, hanem akár a környező településekről érkeznének is, akár bevételi forrás is lehetne. Nagy szükségünk van legalább egy kültéri lefixálható szeméttárolóra, valamint egy lefixálható kültéri hamutartóra, hiszen megnövekedett a művelődési ház körül a gyalogos forgalom, ami azt eredményezi, hogy egyre több szemét keletkezik az utcán. A legközelebbi kuka a Reál élelmiszerbolt előtt van, és el kell mondanom, hogy intézményünknek van ugyan hamutartója, álló kültéri hamutartó, de elmozdítható mobil hamutartó, amit nem merek ügyelet nélkül hagyni. És a legfontosabb, hogy szükségesnek tartom továbbá közeljövőben bővebb parkolóhely kialakítását, hiszen egy nagyobb rendezvényre érkezők igencsak nehezen találnak ki parkolóhelyet, mivel a szomszédos Furmit alkotóház és élményközpont is vonza majd a vendégeket, ezért a 4 helyes parkolóhely nagyon kevésnek bizonyul. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ezt szerettem volna. Viszont ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni való? Hát én el szeretném mondani, hogy gratulálok Anitának. Én közvetlenül tapasztalom az ő munkáját, mivel a nyugdíjas klubba kapcsolatban vagyunk, és segítőkész, segíti a mi munkánkat is, és kölcsönösen egymást támogatja a csoport is. És úgy látom, hogy jó úton halad, és szépen csinálja a programokat. Amiket még ugye kérnek, fejlesztéseket, igen, lehetne még több olyan kulturális programot is, vagy
középkorú embereknek is előadásokat, vagy egy nótaestet, vagy bármit, amit még a civil szervezeteket, vagyis a civil embereket be lehetne vonni, és lehetne még inkább fejleszteni ezt a kultúrháznak a életkörét. Úgyhogy én elfogadásra javaslom, és szép munkát végzem. Valakinek ezzel kapcsolatban? Nem tudok hozzászólni, keveset vagyok a kultúrházba, igen, úgy hívták, ugye azt láttam abból a nagyobból, hogy belenéztem, hogy a saját bevételek inspirálása lenne az én részemről az, hogy minél több saját bevételt képezni, és abból lehet akkor fejleszteni, vagy abból is lehet fejleszteni. Nem sok volt, ha jól emlékszem, 500 ezer forint körül. A tavalyi évben? Én csak a 10. hótól. Tudom, hogy összesen nem ezt, tehát hogy a saját bevételeket kiemelten kezelni, és minél több saját bevételt képezni, nyilván ahol vissza lehet forgatni, és a feltételek javítására fordítani. Köszönöm szépen. Tehát én is azt látom, hogy ezeket az árajánlatokat majd kérem, hogy gyűjtsd be ezekre mindenféleképpen, mindegyikről legalább egy három árajánlatot, és a következő testületi ülésünkre azt mindenféleképpen jó lenne, hogyha itt lenne. Én javaslom, hogy ezeket rákszközöttem. Beszéltünk is erről, ezt nyilván meg kell lépni ezeket a beszerzéseket. Én azt látom, hogy a kultúrháznak a forgalma lényegesen megnőtt, ezeknek a bevétele is lényegesen megnőtt. Nyilván azokkal a kedvezményekkel, amiket a MÁDI kötődésű embereknek adunk, tehát ezt is életbe léptettük azért, mert 50%-os kedvezményt adunk a MÁDI embereknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy jelentős plusz forrás. Nyilván ez nem régóta funkcionál, ez az épület tavaly kezdte el, de én azt gondolom, hogy most már egész jó úton járunk, és azt látom, hogy elég agilisan végzi a munkáját. Rajta. És elfogadásra javaslom a beszámolót, és további sok sikert kívánok, és legalább ilyen lendülettel tovább akkor. Ha nincs más, akkor felhívnám a figyelmet az állagmegóvásod, azt továbbra is hasonlóképpen. És ami még nagyon fontos, hogy mindenkinek egyértelmű leírása legyen ezeknek a rendezvényeknek. Tehát előre kell közölni mindenkivel a bérleti lehetőségeket, hiszen megnövekedtek a bérleti, nem csak a terem bérleti lehetőségek, hanem az eszköz, a hozzátartozó eszköz bérleti lehetőségeket is előre kell közölni mindenkivel, mert ezek járulékos költségek, akár a takarítási költség, akár a mosási költség, ez mind plusz költséget jelent egy ilyen rendezvény után. Az, aki üzleti célú rendezvényeket tart, az viszont én azt gondolom, hogy nem részesülhet ebbe a kedvezménybe, mint amit eddig adtunk, tehát annak azért a 100%-os árat ki kell fizetni. Jó? Aki ezzel egyetért, úgy kérem kéz feltartással szaladni. Köszönjük szépen, Anita. Akarsz maradsz, akarsz. Jó. Jó, köszönjük szépen. Rátérnénk a harmadik napjelenti pontra. A könyvtár információs és közösségi szolgáltató hely, magyarul a könyvtár, könyvtárosi beosztásra. Beérkezett pályázatok elbírálása. Ezt majd zárt ülésen, akkor nem jó a sorrend. Akkor megfordítjuk mégis csak a napirendi pontokat, akkor negyedik napirendi pontra térnénk az indítványok, javaslatok napirendi pont. Én nekem annyi indítványom, javaslatom lenne, hogy amit Anita is fejtegetett, hogy a művelődési ház, de akár az egész térnek a rendezését újra kellene gondolni, a parkolási és mindenféle terveket. Azt gondolom, hogy erre egy külön tervet el kellene készíteni, mert tényleg megnövekedett ennek a térnek a forgalma, megnövekedett a látogatottsága, gyakorlatilag mindenki áll mindenen, bár most ahol tud, ott parkol, nyilván fülön mindenhol, ki kell dolgozni rá valami olyan
tervet, ami hosszú távon mindenki megelégedését szolgál. Nekem ennyi lenne, csak nincs már. Akkor én folytatnám, lesz néhány, de úgy gondolom, hogy olyan túl sok nem lesz. Nem olvasnám még fel szóró-szóra, mert akkor tényleg sokáig tartana. A lényeg az, hogy a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága küldött egy levelet, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy köztudott, hogy Ukrajnában milyen helyzet alakult ki, és az Ukrajnában élő magyarság megsegít támogatását kéri az államtitkárság, és végeredményben a támogatási szándékról szívesként tájékoztatni az államtitkárságot, ezt kérik. Tehát ez felvetődik az a kérdés, hogy az önkormányzatunk szeretné-e támogatni a kárpátaljai magyarokat valamilyen formában, vagy sem, illetve igen, akkor milyen formában, és mennyivel, ha ne találtam, pénzről lenne szó. Valakinek ehhez hozzáfűzni valahogy? Támogatni kell ezt a felhívást, nem tudom, hogy pénzügyileg, vagy fizikálisan, mindenféleképpen kell támogatni. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnökség felhívásához mindenféleképpen csatlakozni kell, hiszen a miniszterelnökség is sokszor segített már nekünk. Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni a pénzügyi helyzetünket, Szabó Istvánnal beszéljünk erről, és én egy 500 ezer és 1 millió forint közötti adományt javasolnék mindenféleképpen. Nem tudom, van-e valakinek más véleménye ezzel kapcsolatban? Elfogadható a felvetés a pénzügyben. Annyi a kérdésem, hogy csak az önkormányzat, vagy esetleg a lakosság? A lakosság csatlakozhat, de az önkormányzat most kifejezetten az önkormányzathoz. A gyűjtés lehet szervezni. Gyűjtés lehet szervezni, akár a nyugdíjas klub is, hogyha segít benne, azt is támogatom magam részéről. Magánom, de ezt most, mint az önkormányzattól kérik. Akkor jó az úgy, hogyha István megvizsgálja a pénzügyi helyzetünket? De ezt akkor nem tudunk dönteni ezen a testületi ülésen. Tehát mert az nem döntés, hogy vizsgálja meg, és akkor ennyit, hanem én szerintem mondjunk egy összeget. Javaslat? Hogy gyűjtik a pénzt? Számára kell átutalni. Ezt a Potápi Árpád államtitkár úr küldte, ha jól emlékszem. Igen. Tehát akkor felvennénk vele kapcsolatot, és megkérdeznénk, hogy melyik az a számla, amelyikre át lehet utalni. Meg gondolom van egy gyűjtőszámlájuk. Hát 500 ezer, de biztosan meg tudunk írni, aztán többet, akkor többet adunk. Jó. De most ma számot ikerünk? Hát vagy a következő ülésig, akkor várjunk kell most vizsgálni, mert döntés kell róla, mert azt mondjuk. Szándékról biztos. A döntés az, hogy szándékunk megvan, és legfeljebb jövő hétfőig Istvánnal megbeszélni, és akkor hétfőn legfeljebb egy rendkívül testület ülésen hétfőig, a keddig eldöntjük, jó? Eldöntjük, hogy mekkora legyen az összeg. Aki ezzel egyetért, hogy kérem szállni. Köszönöm. Következő a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kéri, hogy egy társulási megállapodásnak a módosítására van szükség, mert különböző olyan dolog változott a Többcélú Kistérségi Társulásnál, amelyik rögzítve a megállapodásba. Többek között az, hogy a társulati tanács akkor határozat képes, ha legalább a szavazat több mint felével rendelkező képviselő jelen van. Mert eddig úgy volt, hogy a képviselők, de a lakosság számú az a szavazati arány, tehát ezért mindenki más szavazattal rendelkezik a létszám arányosan. Következő, közbeszerzési bizottság három főből áll. A következő változás, hogy a pénzügyi bizottságnak az összetétele megváltozott, mégpedig elnök Tilk Sándorné, tagok Molnár Tibor, Szemán Ákos, Bodnár László, Hajdú Istvánné. A közbeszerzési bizottság is változott, elnök Demeterné Bárfejjelmese, tagok Bűdi Károly, Kis Lajos, Oleárné, Kárdos Mariam, mint állandó meghívott, és Bodnár Jánosné. Tehát ennyiben változna
a társulási szerződés a társulásnak, és ehhez kell nekünk hozzájárulni. Ez a lényeg. Aki ezzel egyetért, úgy kérem, köszönöm. Többször szó volt már itt az óvodáknak a változásáról, hogy ugye egységes óvoda és bölcsőde lepőle. Na most ezért a nevét is meg kell változtatni, tehát a testületnek kell döntenie benne, hogy a Márdi óvodának a neve Márdi óvoda és egységes óvoda bölcsőde legyen. Tehát ez a névváltoztatás. A másik pedig azt, hogy a felvehető maximális létszámos testületnek kell eldönteni, amelyiket azt javasoljuk, hogy két óvodai csoport 50 fővel, egy egységes óvoda bölcsődei csoport 15 fő 3 év alatt, és 5 fő 2 és 3 év között. Tehát ennyire kellene üzentenünk, hogy ez így legyen a jövőben az alapítók iratban így szerepelni. Mondom, a szakmailag alátámasztó. Aki ezzel egyetért, úgy kérem, szavazzon. Köszönöm. A múlt testület ülésen biztos bizonyára emlékeztek rá, hogy szó volt itt a temetőnek a fenntartási, karbantartás egyik témájával, és szóba került az, hogy a temetőnek a felmérését el kellene végeztetni, parcellakönyv, egyéb dolog. Na most a református egyház részéről kértek ajánlatot a temetőnek, illetve a temetőknek a felmérési költségére vonatkozóan. Meg is adták, mind a két temetőre vonatkozóan, de én most elmondom, hogy a református temető az 500.000 forintba kerülne, a katolikus 862.000 forint. A katolikus csak azért mondom, mert itt az is le van írva, de viszont a református egyház Tar László írt egy levelet, amiket szintén nem olvasnám fel, amelyik az a lényeg, hogy mivel a református temetőnek 500.000 forint a felmérési költsége, meg a többi költsége, szoftvertől kezdve minden, kérik, hogy az önkormányzat 300.000 forintot biztosítson, úgy, hogy ők 200.000 forinttal beszállnának ebbe a költségbe, de kérik, hogy 100.000 forinttal tudnak beszállni ebbe a költségbe ebben az évben, és azt kérik, hogy az önkormányzat előlegezze meg az egyház részére a 100.000 forintot, amit jövőre ők visszafizetnek. Tehát összesen ebben az évben adjunk 400.000 forintot, ők 100-at hozzátesznek, de a 400-ból 100-at visszafizetnek jövőre. Ez a kérdésem. Maga a református részről kell dönteni most, hogy a katolikus részről? Hát figyelj, mivel a református egyháznak van itt a kérdésem. Tehát akkor erről a részről döntünk, a másik részről akkor a katolikus egyház felé elmondjuk hasonlóképpen, hogy ők hogy képzelik. Ja, és azért elmondanám, hogy ez nettó. Tehát ez nettó összegről van szó. Hát nyilván akkor az áfát is hozzá kell tenni. Igen. Én mindenféleképpen támogatnám. Akkor hogy a kérelemben le van írva? Igen, azt is, de akkor a másik egyházat is meg kell kérdezni, hogy minél hamarabb ő is nyilatkozom, mert gondolom ez a két árajánlat azért ilyen, mert szerintem együtt képzett, tehát azért ilyen az ár, hogy mind a kettőt megcsinálva egyszerre. És akkor én azt kérném, hogy akkor tolmácsoljuk a katolikus egyház felé is, hogy a református egyháznál mit döntöttünk, és akkor ők is mondják. Na most még annyi van benne, ami ugye jelentős dolog, hogy ha az ajánlatban szereplő tételek mindegyikét 2015. május 31-ig megrendelik, akkor a végösszegből 10% kedvezményt adunk. Tehát akkor lejön az 500.000-ből 50.000 forint, a 862-ből pedig ugye 86.000 forint plusz áfa. Vasárnap 31. Igen. Szerintem holnap mindenféleképpen akkor beszélnek erről. Jó? Jó, tehát a református rész arra mindenki, azt gondolom egyetértünk. Erről kell szavaznom most, aki erre a kérdésre egyetért, úgy kérem készíteni. Jó? Nekem több nincs, majd zárt ülésen lenne, amiről szó volt a könyvtári pályázatnak az elvére, a könyvtár vezetői pályázatnak írása.
Amennyiben senkinek nincs hozzáfűzni valója, hogy megköszönöm a részvételt, és zárt ülésen beállni kell. Köszönöm.